Elhoztam az összes dokumentumot. Egy jelenléti ívet mutatott Gaskó István. Annak az elnöki ülésnek az ívét, amelyen a VDSS Szolidaritás vezetősége eldöntötte, hogy legfeljebb 100 milliót kölcsön ad a ligának. Hasonló kölcsönök a korábbi években is voltak, mert a liga általában csak ősszel kapta meg az állami támogatásokat, addig pedig a VDSS pénzéből gazdálkodott. Gaskó István szerint az ívet a VDSS mostani vezetői is aláírták, ezért nem érti, miért mondják, hogy eltűnt 65 millió forint és jogtalan a kölcsön. Azt mondta, hazugságokkal akarják hiteltelenné tenni. Szerinte ezért kürtölték tele a médiát a reprezentációs kiadásaival is, amelyekből például külföldi delegációkat látott vendégül két luxus hotelben több százezer forintért. Azt azonban hiába kérdezte a híradó, hogy pontosan kikre ment a szakszervezeti pénz. Ki volt az, akit ott akkor vendégül látott? Nagyon fontos külföldi partnerünk. Nem fogom megmondani a nevét, mert nem kérdeztem meg tőle, hogy megoszthatom-e önnel vagy egy önmánsággal. Azt mondta, álságos, hogy most előrángatják a kiadásait, pedig szerintem mindenki tudta, hogy az egyik drága étteremben például egy európai szakszervezeti vezetővel vacsorázott több mint 150 ezerért. Arra azonban nem emlékezett, hogy miért tankolt 24 óra alatt összesen 130 ezer forintért. Ez egyféleképpen lehetett, hogy, illetve kétféleképpen lehetett, hogy esetleg a VDSS több autóját is ott tankoltuk, vagy úgy történhetett, aminek van valami emlékképe a fejemben, hogy a kutasok a lehúzást valami miatt elrontották, és akkor vagy leállt a rendszer, de ne gondoljam el, hogy ellopom az autó, vagy a benzint tankba viszem el, vagy tart egy kannába. Nem. Valami ilyesmi történt, és nem korrigálták helyesen. A VDSS alelnöke szerint ők minden állításukat számlákkal tudják alátámasztani. Nem akartak feljelentést tenni, de Gaskó Istvánt hiába kérték többször is, hogy magyarázza meg, mire és miért költött a szakszervezeti pénzekből. Erre egyetlen egy alkalommal sem került sor. Arrogáns, kioktató, fennhéjázó válaszokat kaptam. Én azt gondoltam, hogy nem tehetek mást, csak amit végigcsináltam. Egy másodpercig nem bánom. A VDSS alelnöke szerint a kölcsönszerződés azért jogtalan, mert az elnökség a Gaskó által említett ülésen csak a támogató határozatot adhatta ki. Azt azonban, hogy a liga ténylegesen felhasználhassa a VDSS szolidaritás pénzét, a küldött gyűlésnek kellett volna jóváhagynia. Ez pedig nem történt meg. A rendőrség most költségvetési csalás gyanúja miatt nyomoz.